az ige szakasz, amelyet az útmutató rendel erre a napra. Azért, hogy erről beszéljünk, azért, hogy erre figyeljünk. Kapcsolódjunk be azoknak a hívőknek a seregébe, akik erre az igére figyeltek ezen a napon, és figyeljük, hogy miként akarja mi életünket vezetni a mindenható, hogy mit üzen számunkra, hogy mi az a személyes üzenet, amelyet most nekünk is el akar mondani. Mózes második könyvét, hogyha olvassuk, akkor a megelőző fejezetekben azt láthatjuk, hogy milyen csodálatos módon szabadította ki Isten az ő népét a fogságból. Mi mindent tett Isten az ő népéért? Milyen hatalmasan cselekedett? Kinyújtott karral szabadította meg őket a Vöröstengernél, átvezette őket száraz lábon. És aztán azt is láthattuk megelőzően, hogy Egyiptomból milyen sok csodán keresztül vezette ki őket. És mindezt azért tette, hogy a népének beteljesítse az ígéretét, mindazt, amit még atyáiknak ígért, hogy visszavezesse ezt a népet arra a földre, amelyet mindannyiuknak megígért. Azonban akkor, hogyha ezt a népet nézzük, és akkor, hogyha ezt a népet figyeljük, akkor azt kell lássuk, hogy ennek a népnek még nincsen identitás tudata. Nem tudják, hogy kik is ők valójában. Nem ismerik önmagukat. Nem tudják, hogy ki az élő Isten. Nem tudják, hogy ki az, aki hatalmasan cselekedett. Nem tudják, hogy ki az, aki megszabadította őket. Nem ismerik ezt az Istent. Láttak bizonyos dolgokat, de még nem tudják, hogy ki az, aki cselekedett. Márpedig ezekre a kérdésekre, hogy ki vagyok, honnan jövök, hova tartok, kihez tartozom, mi a feladatom, egyáltalán mi végre vagyok ezen a világon. Ezekre a kérdésekre nekünk is mindannyiunknak választ kell, hogy adjunk, és pontos válaszokat kell erre adjunk. Figyeljünk ezen az alkalmon erre az ígére, mert segít bennünket, hogy ezekre a kérdésekre választ találjunk. Mi magunk is személyesen válaszolni tudjunk. Elérkezett annak az ideje, hogy Isten hozzásegítette ahhoz a népét, hogy ezekre a kérdésekre ők is válaszolni tudjanak. Arról szól ez a fejezet, hogy megérkezik Izrael népe a Sínai hegyhez. Ahhoz a hegyhez, ahhoz a helyhez, ahol Isten szövetséget köt ezzel a néppel. Újra megerősíti azt a szövetséget, amelyet megkötött egykoron az atyákkal, amit megkötött Ábrahámmal, azért, hogy beteljesítse az ígéretet, és azért, hogy ez a nép is lássa, hogy ez a szövetség, ez neki is szól. Nem csak Ábrahámnak, Jákobnak és Izsáknak, hanem annak a népnek, aki 400 éven keresztül Egyiptomban raboskodott. Ahogyan Mózes leírja ennek a szövetség kötésnek a menetét, azt láthatjuk, hogy ugyanúgy zajlott, mint egykoron a szövetség kötések. Minden szerződés azzal kezdődött, hogy tisztázták az előzményeket. Tisztázták, hogy mi történt eddig. Mi volt eddig, aztán következtek a feltételek. Milyen feltételeken alapszik a szövetség? Mit kell teljesíteni ahhoz, hogy ez a szövetség működni tudjon? Majd ezt követően jön a szövetségnek a következménye. Mi lesz akkor, ha megkötjük ezt a szövetséget? És ebben a felolvasott igében ezekről a dolgokról olvashatunk. Mit tudunk meg az előzményekről? Azt olvassuk az ige szakaszban, ezt mondta az Úr Mózesnek, mondd meg a népnek, ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, hogyan hoztalak ide benneteket. Ennek a népnek már vannak tapasztalatai. Ennek a népnek a tagjai már látták Istennek a munkáit. Megtapasztalták az életükben, megérezhették Istennek a közelségét. És azt is megérezhették, hogy nap mint nap ott volt mellettük. Olyan csodálatos ez a hasonlat, hogy hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon. És nem csak szép, hanem ugyanakkor sokat mondó ez a kifejezés. Hiszen azt mondják, hogy mai napig él egy sasfajta azon a vidéken, amelyikről azt kell tudni, hogy amikor tanítja a fiókáit repülni, akkor látja, hogy elfáradnak ezek a fiókák, akkor kiteríti a szárnyait, és a közel két méter szélességű szárnyaira rá tudnak szállni ezek a fiókák. Azért, hogy megpihenhessenek, azért, hogy újra erőt meríthessenek, azért, hogy erőt nyerve tovább repülhessenek. Sas szárnyakon hordoztalak benneteket. Isten az, aki itt repülni tanítja az ő népét.
évszázados szolgaság után megpróbálja önállóságra nevelni ezt a népet. Meg kell tanulniuk feltalálni magukat, meg kell tanulniuk dönteni, meg kell tanulniuk önmaguk lenni, meg kell tanulniuk bizonyítani. Hiszen ennek a népnek több száz éven keresztül minden nap megmondták, hogy mit csináljanak. Minden nap megmondták, hogy mit tegyenek. Ennek a népnek már nem volt tudata, amely által önállóan dönteni tudott volna. Sokféle zugolódás és minden egyéb megmutatja azt, hogy nem tudnak még repülni, de meg kell, hogy tanulniuk. Mire visszaérnek az ősi földre, egészen más nép kell, hogy megérkezzen. És ez, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, ez arra utal, hogy milyen gyengét szeretettel, milyen türelemmel vezetget Isten az ő népét, milyen türelemmel formálja őket, milyen türelmesen viszonyul az ő népéhez. Isten már bizonyított. A nép tudhatja azt, hogy ki az, aki szövetségre akar lépni velük, ki az, aki szövetséget akar velük kötni. És mi a feltétel ennek a szövetségnek? Azt mondja az íge, hogy ha engedelmesen hallgattok a szavamra, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül. Csupán egyetlen feltétel. Nem kér sokat az Isten. És akkor, hogyha első hallásra vagyunk ezzel a feltétellel, azt is mondhatnánk, hogy milyen keveset kér. Hogyha engedelmesen hallgattok az én szavamra. De akkor, hogyha belegondolunk, és akkor, hogyha életünket nézzük, akkor rá kell, hogy döbbenjünk, hogy nem is olyan egyszerű ez a feltétel. Nagyon sokszor nem is olyan egyszerű ennek eleget tenni. Az újjáteremtés munkáját Isten végzi. Ő az, aki ígéje által beleszól az életünkbe. Hallgatni kell az ő szavára. Mindannyian felidézhetünk életeseményeinket, amikor beleszólt az életünkbe. Amikor meghallottuk az ő szavát. Akkor, amikor engedtünk az ő akaratának. És rájöttünk akkor, hogy milyen sötétségben éljük a mi életünket. Fény gyújtott a mi életünkben. Azért, hogy mi magunk is világítani tudjunk. Azért, hogy világosság legyen ott, ahol sötétség volt. Isten mindezt az ő beszédével végzi. Az ő beszédével teremt újjá bennünket. Így formálja a mi életünket. Az ő igéjével teremt újjá. Az ő igéjével vezet minket. Az ő igéjével pásztorol bennünket. Ezért életkérdés Isten népének, hogy fontos-e nékik Istennek az ígéje, és ahogy itt is olvashattuk, vajon engedelmesen hallgatják-e az Istennek az ígéjét. De ugyanakkor kérdés számunkra, életkérdés számunkra, hogy vajon hallgatjuk-e Istennek az ígéjét. Hogyan hallgatjuk ezt az ígét? Olvassuk-e Istennek az ígéjét? Hogyan olvassuk Istennek az ígéjét? Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha megmarad ti bennetek az én beszédem, akkor bármit kérhettek az atyától, mert megadja majd néktek. Ez a feltétel, ha engedelmesen hallgattok az én szavamra. Láttuk tehát az előzményeket, láthattuk a feltételeket, és mi a tartalma ennek a szövetségnek. Folytatja a Szentíró, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, papok királysága, és szent nép lesztek. Mit jelent mindez számunkra? Az a kifejezés, hogy papoknak a királysága, az azt jelenti, hogy amilyen szerepe volt egykoron Izrael házának az életében, Izrael népének az életében a papoknak, ugyanolyan szerepet szán Isten az egész népnek. Papi feladatot ad számukra. Azért, hogy a népek között papi szolgálatot teljesíthessenek. Milyen feladata volt a papoknak? Ők voltak a közvetítők. Közvetítették Istennek az akaratát a nép irányába. És ugyanakkor közvetítették a népnek a szükségeit, a népnek az örömeit, a népnek a bánatát az Isten irányába. Papok voltak, akik közvetítettek. És ennek kapcsán megtanították arra a népet, hogy kicsoda az Isten. Mit kíván tőlük az Isten? Mit kell megtenni az Isten ügyéért? Mivel tartoznak az Istennek? Mi lesz tehát a népnek a feladata? Az lesz a feladata, hogy megtanítsák a pogányokat arra, hogy kicsoda az egyetlen, valóban élő és uralkodó Isten. Erre úgy taníthatják meg, hogyha az életük erről beszél. Úgy taníthatják meg, hogy Isten akarata szerint élnek. És látva az ő cselekedeteiket, dicsőítik a mennyei édesatyát. Az életükkel,
De sokszor nem elég az életnek a példája. Nem elég a példamutatás, hanem szükség van arra is, hogy szavakban is meg tudjuk fogalmazni, hogy hitelesen tudjunk bizonyságot tenni. El tudjuk mondani, hogy kicsoda az élő Isten, kiben hiszünk, ki az, akiben mi magunk is bízunk. Papok királysága ezt jelenti. Ezt jelenti, hogy ez lesz a feladata Isten népének. Ugyanakkor a közbenjárás is. Azért, mert a pogányok nem ismerik az Istent. Nem tudják, hogy kihez forduljanak. Ezért ők kell, hogy az ő szükségeiket az Isten elé vigyék. Közbenjáró imádságokat kell, hogy mondjanak. Bibliában gyakran előjön a gondolat, az Ószövetség egyik legszebb mondata is erről beszél. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson a szabadításom a föld határáig. Fontos az, hogy szolgáljon ez a nép. De kevés mindez, hanem az egész világon kell, hogy szolgáljanak. Nem csak a nép körében, hanem az egész világon. A világ világosságává tesz Isten az övéjét. Azért, hogy az ő szabadítása, mindaz, amit a népe már átélt az életében, az ismert legyen mások előtt is. Megláthassák azt a népnek az esetében, hogy miként szabadította ki őket Egyiptomból, és a mi esetünkben azt láthassák meg, hogy mi módon szabadított meg bennünket a bűn rabságából. Eljusson ez a hír a föld végső határáig. Mindenki halljon erről. Ezt jelenti, hogy papoknak a királysága. Itt az Isten azt mondja, hogy mindezt megteszem nektek, mindenben segítlek benneteket, de ti vajon mit fogtok csinálni? Mert a megváltásnak nem csak az a célja, hogy az egyén üdvözöljön, hanem az a célja, hogy az ember hasznos eszközzé lehessen az Isten kezében. Isten számára használhatóvá váljon. Isten számára használható eszközzé legyen az ember. Azért, hogy az ő dicsőségére és mások üdvösségére tudjon munkálkodni. Isten azt akarta akkor ott a népével, hogy ne csak Mózes hallgassa az ő szavát, ne csak Mózes értse Istennek az akaratát, ne csak ő dolgozzon, ne csak ő menjen és cselekedjen, hanem azt akarta, hogy Mózesen keresztül ez eljusson a néphez is. Ők maguk is cselekedjenek, ők maguk is eszközként legyenek ott Istennek a kezében. Neki mindenkihez van szava. Neki személyre szóló feladatai vannak mindannyiunk részére. Ez az igazi nagy kiváltsága az újjászületett embernek, hogy Isten munkatársaivá lehetünk. Ebben az is benne van, hogy miért éppen azokkal, miért azokkal az emberekkel, miért ezzel a kicsi néppel, miért ezekkel akar Isten szövetséget kötni. És azt mondja, hogy eddig úgy gondoltátok, hogy nincs irgalom a számotokra, most pedig irgalmat találtatok. Isten az ő kegyelméből kötött szövetséget az ő népével, és ezt is majdnem szó szerint olvashatjuk Mózes 5. könyvében. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret titeket az Úr, megtartja azt az esküt, amelyet atyátoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, ezért váltott ki a szolgasság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak a kezéből. Miért tette? Azért, mert szeret titeket. Miért szeret? Azért, mert szeret. Nincsen oka. Bármikor is beszél a Szentírás Isten szeretetéről, soha nincsen oka. Nem azért szeret bennünket, mert megérdemeljük, hiszen nem tudjuk kiérdemelni ezt a szeretetet. Ő azért szeret bennünket, mert ő akar szeretni. Így közeledik mi hozzánk. És úgy szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta érettünk. Hallhattuk az Isten tisztelet elején is. Úgy szeret bennünket, hogy egyszülött fiát áldozta értünk. Az Isten kiválasztó szeretete mögött nem a mi kiválóságunk van. Egyáltalán az Isten szeretetének az oka nem mi bennünk van. Ő benne van mindennek az oka. Mindenképpen magyarázni akarjuk, akkor más megoldást, más magyarázatot nem találunk, hanem azért szeret bennünket, mert mi rászorulunk erre a szeretetre, mert nélküle elpusztulnánk, és ez neki elég ok ahhoz, hogy szeressen minket. Isten szeretetének az oka önmagában van, és ez egy nagy örömhír számunkra, mert ez azt is jelenti, hogy közülünk bárki tagja lehet ennek. Bárki,
Nem kell tennünk érte. Így olvastuk, hogy papok, királysága és szent nép lesznek, mert nem a személyes feltételektől függ. Nem feltételektől függ, hogy ki az, aki bekerül Isten szeretetébe, ki az, akit Isten kiválaszt számára, hanem az ő mérhetetlen kegyelmétől és szeretetétől. Ennek nem akadálya a múltunk, ennek nem akadálya a mi bűneink, nem akadálya a mi hiányosságaink, nem lehet akadálya a mi hibáink. Mindezek felett ott van az ő kegyelme, ott van az ő szeretete, és ez az, ami végig kíséri az ő népének az életét, ez az, ami végig kíséri mindannyiunknak az életét. Egyébként abban az új szövetségben, amelyet az Úr Jézus által kötött velünk az Isten, ugyan ezeket a jellemvonásokat felismerhetjük. Ott van az előzménye. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ezzel kezdődött minden. És ebben hol vagyunk mi? Sehol nem vagyunk. Esetleg akkor vagyunk benne, hogyha úgy fogalmazzuk meg ezt az ígét, hogy úgy szerette Isten az ellene fellázadt világot, amelynek mi magunk is tagjai vagyunk, hogy az ő egyszülött fiát adta. Megint csak az Isten szeretete. Ez az, ami mindent megelőz. Ez az, ami mindenek előtt ott van, ami feltétel nélküli, ami egyáltalán nem függ tőlünk, nem függ a mi magatartásunktól. És mi a feltétel? Hogy aki hisz ő benne. És következik a tartalma az új szövetségnek, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Péter apostol ezt így fogalmazza meg, hogy isteni természet részeseivé tesz bennünket. Pál apostol pedig azt mondja, hogy kiábrázolódik rajtatok a Krisztus. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És a világ ezen majd elcsodálkozik. Azért, mert a világ is erre vágyakozik, miközben gúnyolja azokat, akikben már él a Krisztus. De így lehet aztán hitelesen megmutatni az új életre vezető utat, hogy közben az embernek az élete prédikál, közben cselekedeteivel, tetteivel, arról a Krisztusról beszél, aki ő benne is él. Ezért olyan találó Pál apostolnak a képe, fényletek, mint csillagok az éjszakában. Körülöttünk sötét éjszaka van lelkileg, és Isten minket világosságból adott. Az első kérdésünk az az, hogy vajon világítunk-e már? Vajon ott van ez a fényesség a mi életünkben? És a második kérdés, ami az ige alapján megfogalmazódik, az az, hogy látják-e a világosságunkat mások is? Merünk-e világítani a sötétben? Vagy azért gyújtjuk a gyertyát, hogy a véka alá rejtsük? Azért, hogy ne fény legyen, mint ahogy Jézus a hegyi beszédben is mondja. Nem azért, hanem azért, hogy világítsunk. Azért, hogy világítsunk mások számára. Utána már csak az fontos, hogy szoros közösségben maradjunk ő vele. Vele maradjunk, aki a világnak a világossága. Hogy erre képesekké tegyen. Hogy bennünket is abban erősítsen, hogy mindig tudjunk világítani. Újra és újra erőt adjon számunkra. Itt lesz az embernek majd igazán identitás tudata. Itt már tudja, hogy kicsoda. Tudja az ember, hogy ő Istennek a gyermeke. Tudja, hogy nem a maga tulajdona, hanem Istennek a tulajdona lesz. Személyes bizonyságtételként tudja elmondani a heidelbergi KT-nak a szavait. Mint testestől, mint lelkestől, mint életemben, mint halálomban. Nem önmagamé vagyok, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Adja mindenható Isten, hogy valóban mi magunk is világítani tudjunk. Mi magunk is meg tudjuk mutatni, hogy milyen szövetséget kötöttünk az Istennel. Az új szövetséget. És Jézus Krisztus azért adta érettünk, hogy mi magunk is fény legyünk. Fény legyünk a sötét éjszakában. Ezt adja meg számunkra is. Amen.